előadóként a Szőnyi Múzeum 50 évét szeretném, igyekszem legalábbis, röviden összefoglalni. Az elmúlt 50 év történetét és eseményeit hosszú lenne felsorolni egy előadás keretében. A Pest Megyei Múzeumok igazgatósága kiadásában 2004-ben megjelent Studia Comitatensia sorozat 28-as kötetében publikált tanulmányból részletesen megismerhető az intézmény addigi története, és a Szőnyi Múzeum honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. Ezért előadásomban a fontosabb eseményeket emelem ki, és az intézményvezetők munkásságát, a jelentősebb támogatókat, akik meghatározták az elmúlt 5 évtized alakulását. A történetben a múzeum alapítást megelőző időkhöz kell egy kicsit visszakanyarodni. A műterem épülettel kibővült Szőnyi házban Szőnyi István özvegye Bartóki Melinda 1960-tól még 7 évig élt egyedül. Ez az egyedüllét nem jelentett magányt. Rendszeresen jöttek a tanítványok, hosszabb, rövidebb időt töltöttek a vendégszobában, dolgozhattak a kertben és a mester műtermében. Most kérem szépen a fotókat. 59-ben készült, tehát akkor, amikor elkészült ugyan a műterem épület, de még Szőnyi nem vette birtokba, a műterem épület teraszáról, a vendégszoba teraszáról készült ez a felvétel, remélem, hogy azért elég jól lehet látni. A múzeum udvaráról, tehát Szőnyék idejében ilyen volt a múzeum udvara. A következő képen pedig a veranda berendezését láthatjuk. A verandán a magyar szoba bútorai voltak. Tehát Szőnyiné még így, és Szőnyi is ebben a környezetben éltek, ami az udvart jelenti. A következő kép pedig Petényi Katalint mutatja Szőnyi nénivel az ebegényi kertben. Petényi Katalin a férje Gyöngyösi Imre és a fiúk Gyöngyösi Bence 1965 körül. Gyöngyösi Imre filmrendező, Petényi Katalin művészettörténész, részt vett a Szőnyi hagyaték feldolgozásában a Nemzeti Galéria munkatársaként. Elég sokat kirándultak akkor Zebegénybe, jöttek a tanítványok, következő képen pedig már egy ismerős, akit talán még fel ismernek, bár elég rossz a fotó, de a régi szabadiskolások, akik kórusmesternél töltöttek rövidebb, hosszabb időt, felismerik a fiatal Kórusz Józsefet, egy visegrádi kirándulásra vitték Szőnyi nénit szintén 1965-ben. Szőnyiné 50 évvel ezelőtt, 1967. februárjában hunyt el. Az események gyorsan követték egymást. Már ekkor megfogalmazódott a múzeum létrehozásának a gondolata. Szőnyi Zsuzsa, a barátok és édesanyja ügyvédjének a tanácsára elfogadta a minisztérium ajánlatát, hogy a Zebegényi házból Szőnyi emlékmúzeumot alakítsanak ki a benne levő bútorokkal, képekkel együtt. Persze a vételár csak töredéke volt az értéknek, és az érte járó összeg is a külföldiek zárolt számlájára került, aminek a kezelési költségeire majdnem az egész elúszott. A rokonokat sem segíthették a pénzből. Triznya Kocsma című könyvében Zsuzsa így ír erről. Persze visszatekintve, ezt utólag már mondhatom, se pénz, se posztó. Viszont apám emlékét a múzeum máig őrzi, és számomra ez a fontos. Az örökösökkel, Szőnyi István lányaival, Zsuzsával és Jolánnal történt megállapodás után a minisztérium utasítást adott a Magyar Nemzeti Galériának a házban található művek leltározására, a sérült darabok konzerválására, a múzeum teljes grafikai anyagát, több ezer rajzot, vázlatot, akvarelt, gvast, részkarcot a Nemzeti Galériába szállították, melynek két művészettörténésze, az előbb látott fotón láttuk az egyiket, Petényi Katalin és Turcsány Zsuzsa kaptak megbízást a nyilvántartásba vételre. Dániel Kornél festőművészt először a Pest Megyei Tanács megbízottjaként kérték fel arra, hogy a hagyaték leltározásánál legyen jelen, majd őt bízták meg a múzeum igazgatói teendők ellátásával.
Családjával együtt a Szőnyi házba költözött. A később időszaki kiállítótérnek átalakított földszinti helyiségekben volt a szolgálati lakásuk. Dániel Kornél a megyében elismert közművelődési szakember volt már akkor. Nagyváradon született 1923-ban. Először Salzburgban járt festőiskolában, majd a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán Boldizsár István, Kmeti János és Bort Bertalan tanítványa volt. 1952-től rendszeresen kiállított, 54-től tagja volt a művészeti alapnak, 60-tól a Képzőművészek Szövetségének Pest megyei titkára lett, közben Aszódon és Vácott képzőművészeti szakköröket vezetett, és a Váci Képzőművészek csoportjának vezetőjeként számos kiállítást szervezett. Nyaranta Szentendrén a megyei rajztanárok művészterepét vezette. 67-től Zebegényben folytatta aktív közművelődési tevékenységét. A múzeum első állandó kiállítását a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze Kisdéginé dr. Kirim Irén rendezte meg. Az ünnepélyes megnyitóra 67. augusztus 18-án került sor. Az új intézmény avatásán több százan vettek részt. Most lenne a következő 5 kép. Itt is lehet látni a múzeum udvarán a megnyitó közönség egy részét, a következő képen pedig a kert felől, tehát az új műterem épület felől. A jelentések szerint 860-an vettek részt a megnyitón. Tehát ezt akkor még nagyon pontosan számolták, úgyhogy ezt elhihetjük, hogy tényleg 860-an voltak. A következő kép a múzeum megnyitásakor így nézett ki az épület az utca felől, következő, pedig egy enteriőr, a hálószoba kialakítása, amiből a nappali szobába láthatunk. Úgyhogy a múzeum megnyitásakor, még nézzük meg a következőt, mert azt nem tudom, hogy igen. Ez a hivatalos megnyitója, amit azért érdemes megnézni. Tehát meghívták a Szőnyi István Emlékmúzeum ünnepélyes megnyitására, amit Pácai Pál Kossuth Díjas szobrászművész tartott augusztus 18-án 1967-ben, pénteken délelőtt 11 órakor. Az ünnepi megnyitó beszédet, tehát Pácai Pál szobrászművész tartotta, erre a beszédre hivatkozott a minisztérium felé benyújtott jelentésében Pogány Ödön Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria akkori főigazgatója. Idézett a jelentésből. Egy picit hosszabb ez a bevezető rész, mert ez nagyon fontos a múzeum megnyitása szempontjából és a későbbi sorsa jövője szempontjából. Pácai mester ünnepi megnyitó beszédében igen nagy művészetpolitikai jelentőséget tulajdonított az emlékmúzeum létrehozásának. A galéria ennek a gondolatnak a jegyében kíván a ráeső feladatoknak eleget tenni, és abból indul ki, hogy az emlékmúzeum annyit ér, amennyit az alkotó műhely és a környezet bemutatása mellett magukból a művekből Szőnyi István különbül tenni akaró művészetéből megmutat, amennyit a népművelésnek és az ízlésnevelésnek adni tud. Eredeti javaslatunk az volt, hogy az emlékmúzeum tartozzék a galériához. A döntés a Pest megyei tanácsnak ítélte az emlékmúzeum kezelését, ez azonban mit sem változott azon, hogy a feladatok szempontjából a magunkénak tekintjük, legalábbis ami a műtárgyak kiállítását, gondozását illeti. Ezért küldtem az emlékmúzeum megnyitására a galéria törzsanyagába tartozó főműveket Zebegénybe, és ennek szellemében kívánjuk az emlékmúzeum művészeti felügyeletét és gondozását továbbra is ellátni. A hagyatékból, Szőnyi Zsuzsától és Szőnyi Jolántól megvásárolt képzőművészeti anyag részletes jegyzékbevétele megtörtént, a galéria készen áll a művészeti anyag átvételére, gondozására és feldolgozására. Az Zebegényi Szabadiskola 30 éves jubileumára megjelent kiadványban Dániel Kornél így valla kezdetekről. Valamit akkor elhatároztam, hogy soha nem szabad megtörténnie, hogy ez a múzeum az elmúlás illatát lehelje magából. Élő múzeumnak kell lennie, hogy Szőnyi művészete, embersége,
lámpásként világítson tovább, megmutassa az utókornak, a fiataloknak és azoknak, akik idejönnek, hogy így is lehetett élni, segítsen nekünk megtalálni az élet értelmét. Ezért volt nagy kedvemre a múzeum és a szabadiskola elindítása, szervezése. Véletlen egybeesés, hogy a múzeum első hivatalos nyitvatartási napján, 1967. augusztus 20-án Vácott egy tárlat nyílt a Pest megyei képzőművészek munkáiból, ahol én is kiállítóként szerepeltem. A megnyitót Végvári Lajos művészettörténész tartotta. A kiállítás után elbeszélgettünk néhány arról, köztük volt a fiatal festő Mizser Pál is, hogyan lesz tovább Zebegény sorsa, mit lehet tenni, hogy a Szőnyi ház több legyen egy emlékmúzeumnál. Akkor és ott született meg a szabadiskola gondolata. A következő évtől már működött a szabadiskola, melynek művészeti vezetője dr. Végvári Lajos, művészettörténész, a tanszakvezetők Somogyi József szobrászművész, Hinz Gyula festőművész, első oktatói Gyémánt László és Mizser Pál fiatal festőművészek voltak. Dániel Kornél már az 1967. augusztus 26-án, tehát a hivatalos megnyitó utáni 6 nappal írt jelentésében egy több pontból álló múzeumfejlesztési tervet fogalmazott meg. Ebben kiemelte a propaganda jelentőségét, a különféle múzeumi szolgáltatások bevezetését, magnós idegen nyelvű tárlatvezetést, Kolányi Ágoston Szőnyi filmjének vetítését, kapcsolatfelvételt az idegenforgalmi hivatalokkal, újsághirdetések közzétételét, iskolák kirándulásainak szervezését a múzeumban. 1971-ben megépült a faházas kempingtábor a Szőnyi kertben. Ez lehetővé tette új programok indítását a szabadiskolán kívüli időszakban. Két nap a múzeumban címmel ifjúsági táborozást hirdettek meg. A program fontos része volt a Szőnyi és a Gorka múzeum megtekintése, szakmai bemutatók, zenei estek, művészeti vetélkedők, múzeumi órák. A hétvégekre szervezett komoly zenei, irodalmi műsorokra is tömegesen érkeztek az érdeklődők, akik természetesen a múzeumot is megtekintették. Ezeknek a programoknak köszönhetően a 70-es évek végén, egyes években a múzeum látogatók száma a 60 ezret is meghaladta. A múzeum és az egyesület a Dunakanyar szellemi bázisa volt ebben az időben. Olyan nevek fémjelezték a programokat, mint Cigány György, Rákos Sándor, Szent Pál Mónika, Szendrei Karper László, Ágai Karola, Bőzsöny Perenc, akit itt is köszönhetünk körünkben. A szabadiskola tanárai, előadói és természetesen a hallgatók. Most kérném szépen, tehát ez a zenés és irodalmi hétvége, sajnos nem lehet olvasni, programja. Tehát az első ilyen magnós tárlatvezetés angol, magyar, orosz, francia, cseh és német nyelven. Kolányi Ágoston színes filmjének a megtekintése. Előadások, Szőnyi művészetének az ismertetése, és hát nagyon szép, gazdag programokkal várták a látogatókat. Következő szintén a múzeumi hónapnak a megnyitója, itt Petényi Katalin is, és Csulák Mihály verses összeállítását hirdették meg. 1970, tehát itt még nem épült meg a faházas kempingtábor, tehát minden egyes előadás a múzeum udvarán zajlott. A szabadiskolán Végvári Lajos tartotta, és az első sorban, itt legelején balról láthatjuk Dániel Kornél feleségét is, Iglói Mártát, és a szabadiskola hallgatóit, idősebbek is voltak, tehát nem csak fiatalok voltak, és nagyon hangulatos előadások zajlottak, a zenei, irodalmi estek is itt, amit bizony nagyon sokszor a kutyaugatás, Szőnyi két kutyája, Betyár és Biri, és az elhaladó vonatoknak a zaja is megzavar, de ilyenkor mindig egy kis technikai szünettel utána lehetett folytatni.
nézzük meg még a következőt, mert most nem tudom. Ja igen, ez egy zenei hétvége program, Cigány György a házigazda, közreműködnek Ágai Karola, Kertész Lajos, Szendrei Karper László. És így gyönyörűen megfogalmazva az egész napi program, vagyis hát az egész hétvégi program, étkezéssel, szállással, játékos vetélkedőkkel. Tehát a szabadiskola folyamatosan fejlődött, de a múzeum és a gyűjtemény helyzete még hosszú ideig nem tisztázódott. Az 1968-as évről szóló beszámolóban Dániel Kornél a következőket írta. A jelenlegi helyzet tarthatatlan. Már lassan 2 éve lesz, hogy a múzeum megnyílt, de még a legalapvetőbb leltári ügyek sincsenek elintézve. A képanyag tulajdonjogi helyzete még mindig tisztázatlan. Leltári átvétel a mai napig nem volt. Ez érvényes a múzeumhoz tartozó park helyzetére is. Az évek során sikerült olyan raktárakat kialakítani, amelyek alkalmassá váltak a több ezer darabból álló grafikai anyag tárolására, és 1972-től már szakalkalmazott is dolgozott a múzeumban, így 1973-ban visszakerültek a Magyar Nemzeti Galériából a Szőnyi Múzeum részére megvásárolt művek. Horváth Béla művészettörténész kezdte el a tudományos feldolgozást és a szakszerű múzeumi leltározást, majd Rékási Konrád 1981-től pedig Köpöci Rózsa folytatta. Időszaki kiállításokat szerveztek és rendeztek, a kutatási eredményeket szaklapokban publikálták. Most kérném szépen még a 2 képet, következőt, még egyet. 1980, a Közép-Duna-vidéki Intéző Bizottság által felállított emléktáblának a Szőnyi Ház falán, Osváth Mária alkotása, ez a domborművel ellátott emléktábla, ennek az avatása 1980-ban. Még egyet kérnék szépen. Igen, 82. A szabadiskolán Dániel Kornélt látjuk balról, középen Barcsai Jenőt, és a szabadiskola akkori művészeti vezetője dr. Han Ferenc művészettörténész. Tehát ez volt egy ilyen kis beszélgetés itt Zebegény főterén. Dániel Kornél 1983-ban nyugdíjba ment, a múzeum vezetését Klemm Pál vette át. Kornél még 6 évig, 1989-ig a baráti kör titkáraként szervezte a szabadiskolát, vezette az egyesületet. A programok ugyan továbbra is szorosan összekapcsolódtak, de a két intézmény vezetésében külön vált. A múzeumban ettől kezdve a tudományos munka kapott hangsúlyosabb szerepet. Klemm Pál a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki, majd a Színház és Filmművészeti Egyetemen színházrendezői diplomát szerzett. Műszaki egyetemi évei alatt a Szkéné Színtársulat tagja volt, majd az egyetem elvégzése után Gödöllön dolgozott népművelőként. A Dunakeszi Urai György Színtársulat tagjaként irodalmi összeállításukkal 1972-ben léptek fel először a Szőnyi Házban. 1980-tól színházrendezőként vidéken dolgozott Veszprémben, Békés Csabán, Debrecenben. 83-ban kapott megbízást a Szőnyi Múzeum vezetésére. Ekkor kezdte meg tanulmányait az ELTE művészettörténet szakán, és elvégzett még egy mozigépész tanfolyamot is azért, mert a MOKÉV feltétele akkor az volt, hogy csak akkor vetíthetnek a múzeumban művészfilmeken, és a Szőnyi filmet is, hogyha mozigépész tanfolyamot is elvégez. Tehát akkor ezt is el kellett végezni ahhoz, és ezzel szabad út nyílt. Na most azt hiszem a közép-zebegény középgenerációja számára sem volt teljesen ismeretlen, és visszagondolnak arra, hogy Klemm Pál beszédtechnika gyakorlatokat is szervezett az általános iskolások részére. Azt gondolta, hogy ezzel is elősegíti a gyerekek kommunikációját, jobb kommunikációját.
Tehát a múzeumban a tudományos munka elmélyítését, az időszaki kiállítások szervezését tartotta legfontosabb feladatának. Ugyanakkor fontosnak tartotta Zebegény múltjának, jeles emberei életművének a megismertetését. Múzeumvezetőként első bemutatkozása 1983-ban a falu híres templomépítőjére való megemlékezés volt. Kós Károly születésének 100. évfordulóján emlékkiállítást rendeztek a múzeum időszaki termeiben Kós Károly grafikáiból, tervrajzaiból. Részt vett az emléktábla elhelyezés és a megemlékező konferencia megszervezésében. Most kérnék szépen még egy képet. Ez a múzeum belső időszaki kiállítás. Encz Géza művészettörténész, az Országos Műemléki Felügyelőség vezetője tartotta a megnyitót, mellette Klempát láthatjuk. Tehát 84-ben Szőny István születésének 90. évfordulójának méltó megünneplésére egy emlékbizottságot hozott létre, melynek fővédnökségét a Képzőművészeti Főiskola akkori rektora Somogyi József szobrászművész vállalta el. 84. január 17-én Szőnyi születésnapján zajlott le a tudományos emlékülés Zebegényben, melynek díszvendégeként részt vett dr. Komárominé, dr. Szőnyi Jolán, Szőnyi idősebbik lánya, előadást tartott Németh Lajos művészettörténész, Barcsai Jenő festőművész, Somogyi József szobrászművész, Végvári Lajos művészettörténész. Most kérnék szépen még egy fotót. Igen, itt látjuk balról Klempál, Németh Lajos, Végvári Lajos, Szőnyi Jolán, Tamás Ervin, hát a többieket, ezek az állami vezetőink ott mellette még, a többiek, akiket felsoroltam, ezen a fotón nincsenek. Tehát a konferenciára megjelent a múzeum első tudományos igényű kiadványa, a grafikus Szőnyi sorozat első kötete. Ebben az évben új kiállítás sorozat indult, Tisztelet a Mesternek címmel, mely Szőnyi pedagógiai munkásságához kívánt közelebb kerülni a tanítványok művein keresztül. 1984-ben Iván Szilárd volt az első. Klempál a katalógus bevezetőjében fogalmazta meg sorozat indító gondolatait. Hitvány hála tanítónk felé, ha csak azt tudjuk, amire tanított bennünket, tartja egy régi mondás. Reméljük, hogy az évek során láthatóvá válik a sokféleség mögött az a közös erő, mely ezeket a művészeket egybe kapcsolja, mélyebben és erősebben, mint pusztán egy iskola vagy stílus közössége. Az évforduló alkalmából 1984 nyarán nagyszabású emlékkiállítás nyílt Szőnyi táblaképeiből és grafikáiból a Budapesti Vigadó Galéria termeiben. A kiállítás rendezője művészettörténész tévéfilmet is forgatott a mesterről a Szőnyi házban. Most kérnék szépen még két fotót. A múzeum verandáján, itt nem lehet igazán kivenni a beszélgető tanítványokat, beszélgető társakat, csak a következő képen talán, de hát ezek fekete-fehér felvételek, nehezen felismerhető. A bal szélen Németh József, hódmezővásárhelyi festőművész, mellette Breznai József, Défehér Zsuzsa, Patai László, a Képzőművészeti Főiskolának anatómia tárgyábrázolás tanszakvezetője volt, Szalai Ferenc és jobb szélen Kórusz József. Klempál, elnézést, hogy egy kicsit hosszúra nyúl, de hát 50 év azért elég hosszú volt. Klempál nevéhez fűződik a múzeum felújítása is. 1985-86-ban a Pest megyei tanács kiemelt támogatásával teljes rekonstrukciót hajtottak végre. A legfontosabb a villanyhálózat felújítása és a villanyfűtés bevezetése volt, mert addig az eredeti cserépkályhákkal fűtötték a termeket. Kicserélték az R-korhat régi hajópadlókat, a két kis időszaki termet átalakították egy nagy tágas teremmé, új világítási rendszert építettek ki az összes teremben, a lépcsőházban és a vetítőben, mely időszaki kiállítások megrendezésére is alkalmassá vált. Az állandó kiállítás eredeti bútorait ekkor kárpitozták újra.
A csillárokat, restaurálták a parasztbútorokat, a képkereteket, megtisztították a festményeket. Végül a kert átalakítása is megtörtént. Akkor ültetett kis tujacsemeték, már a hatalmas fákká nőttek, és mediterrán hangulatot varázsolnak az udvarba. A felújított múzeum ünnepélyes átadása 1986. április 30-án volt. A következő fotó mutatja. Eléggé nehezen lehet kivenni. Középen Klemp Pál, aki pár hónappal később hosszantartó betegség után 40 évesen meghalt. Engem 1987-ben bíztak meg a múzeum vezetésével. A Képzőművészeti Egyetemet végeztem, hogy én is bemutatkozzam egy kis életrajzzal. Rajz, művészet, történet, ábrázoló, geometria középiskolai tanári diplomát szereztem, majd Sarkantyú Simon mesterem irányítása mellett még 2 évet végeztem el a továbbképzőn. 1978 óta tagja vagyok a művészeti alapnak, otthon dolgoztam egészen 1987-ig a Szőnyi Múzeumba, akkor kerültem. Akkor pár évig egyedül, majd 1993-tól a Gyesről visszatért Köpöci Rózsával együtt folytattuk a Klemp Pál által kijelölt feladatokat. Folytatódtak az időszaki kiállítások, Tisztelet a Mesternek sorozat, a magánygyűjteményekből kölcsönzött Szőnyi művek tárlatai, a szabadiskola tanári és hallgatói kiállításai az időszaki termekben, és a múzeum grafikai anyagának feldolgozása, bemutatása tematikus tárlatok keretében a Szőnyi Házban és vidéki kiállítóhelyeken. A helyi általános iskolások részére múzeumi órákat, tárlatvezető versenyeket tartottunk, és az ifjúsági művésztelep munkájában is részt vettünk. Még kérnék szépen egy fotót. Igen. '87-ben a Tisztelet a Mesternek sorozat keretében Tríznya Mátyás kiállítása volt a Szőnyi Házban. Tehát ő is tanítványnak nevezhető, hiszen ez a távtanítás a veje és a mester között, ezek rendszeresek voltak. Levélben adott mindig útmutatást a vejének, Szőnyi Zsuzsa férjének. Előtte volt egy kiállítása Tríznya Mátyásnak az Olasz Intézetbe, amikor nem kaptak beutazási vízumot, tehát nem tudtak részt venni. Akkor ott Tríznya Istvánnal, Mátyás unokaöccsével beszélte meg Klemp Pál, hogy ezt a kiállítást itt a Szőnyi Házban majd meg kell tenni. Most az érdekessége az, hogy 84 áprilisában, a megnyitó napján, április 30-án, rettenetesen nagy eső volt, és több száz ember gyűlt össze a múzeum udvarán, és várták izgatottan a Tríznya kocsmának a vezetőit, ugye Tríznya Mátyást és Szőnyi Zsuzsát, és nem érkeztek meg. Fél óra elteltével, hát mindenki izgatottan várta, hogy mi történik most. Olyan nagy eső volt, hogy nem tudtak Kismaros és Nagymaros között átjönni, úgy körbe kellett menni. De ez egy nagyon emlékezetes megnyitó volt akkor. A képen Szörényi Lászlót látjuk, irodalomtörténészt, ő nyitotta meg a kiállítást, középen Tríznya Mátyást, mellette pedig Köpöci Rózsát, aki pár hónappal később, ugye, egy hónappal később megszülte kislányát, Zsófiát. Nézzük a következő képet, mert azt hiszem, igen, betettem ide még egy pár képet Szőnyi Zsuzsáról, hogy hogy nézett ki akkor Szőnyi Zsuzsa, amikor ez a Tríznya kiállítás volt itt Zebegényben. A következő képet kérem szépen, ez a Szőnyi Ház vetítőterme, ahol a megnyitó után egy kis fogadást tartottunk, és ez egy nagyon szép bensőséges fotó Szőnyi Zsuzsáról és Tríznya Mátyásról. Úgyhogy azért gondoltam, hogy ezt is megosztom önökkel. Következő, ez már egy következő év.
1990-ben Szőnyi halálának 30. évfordulóján egy emlékülést tartottunk Zebegényben, ahol ismét Somogyi József mondott megemlékező beszédet. Ahogy az igazgatónő is említette itt a bevezetőjében, ekkor vette föl az iskolai Szőnyi nevét. És ekkor helyezték el a múzeumban a Jad Vasem kitüntetés dokumentumait, melyet Szőnyi István, felesége Melinda, fia Péter Posztumusz, valamint lányai Jolán és Zsuzsa kaptak meg a II. Világháború üldözötteinek mentéséért. Az emlékülésen részt vett az egyik volt Szőnyi tanítvány, az akkor Bécsben élő Róbert Miklós festőművész, aki szintén Szőnyinek köszönhette az életét. Jellemző adalék, hogy a 70-es évek elején megjelent újságcikkből értesült csak arról Róbert Miklós, hogy rajta kívül még nagyon sok üldözöttet mentett meg hamis papírokkal a család, és életük kockáztatásával bújtattak embereket a lakásukban. Ő kutatta fel és szerezte meg a bizonyítékokat a Szőnyi családmentési akciójáról, és járt közben azért, hogy az elismerést megkapják. Az emlékülésen egy komoly pénzadományt ajánlott fel a közelgő Szőnyi centenárium ünnepségeinek szervezésére. Ekkor fogalmazódott meg egy alapítvány létrehozásának a gondolata, ami a rendszerváltozás utáni időben még ritkaságnak számított, de akkor már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy központi támogatást a Szőnyi centenárium mérésére nem fogunk kapni. Szőnyi Zsuzsa kész volt segíteni, és Krebs Ferenc polgármester az akkori képviselőkkel egyetértve szintén mellék állt, így 1992-ben létrejött a máig működő Szőnyi István Alapítvány. Most ez az emlékülés, a 90-es emlékülés, ami a Forfa iskolában volt, balról Dániel Kornél, mellette a Közép-Dunavidéki Intézőbizottság egyik vezetője Ser Béla, dr. Ser Béla, háttérben Járik Lászlót, az iskola igazgatóját látjuk, Somogyi József elnököt, Bihari József, a Pest megyei múzeumok akkori igazgatója, mellette Róbert Miklós, ő a Szőnyi tanítvány, és Komáromi Péter, Szőnyi István unokája. Szőnyi születésének 100. évfordulóját 94-ben az alapítvány szponzorok és pályázatok támogatásával méltóképp tudta megünnepelni. Az előkészületek már 1992-ben elkezdődtek. A múzeum grafikai gyűjteményének feldolgozása, magángyűjtemények felkutatása, kiállítások szervezése különböző helyszíneken, Zebegényben, Szentendrén, Budapesten, a Képzőművészeti Egyetemen, Újpesten, az akkor megnyílt Újpest galériában, és kisebb városokban, falvakban ezeket teljes mértékben a múzeum dolgozói szervezték és rendezték. Az emlékév jelentős eseménnyel indult. Januárban tudományos konferenciát szerveztünk Zebegényben, melynek előadói a korszakkal foglalkozó legjelensebb művészettörténészek új szempontok szerint mutatták be a Szőnyi életművet, Pasut Krisztina, Szabó Júlia, Végvári Jalas és Cvikla András előadásainak angol és német nyelvű rezümével kiegészített írott változata a Szenderei Képtárban rendezett emlékkiállítás katalógusában jelent meg. Most kérnék szépen még egy pár fotót. Igen, ez a centenáriumi emlékülés után a Szőnyi házban megnyitott kiállítás, Pasut Krisztina, Szőnyi Zsuzsa, következő a közönség, a megnyitó közönség. A következőt kérem szépen, szintén a Forfa iskolában a tudományos emlékülés. Következőt kérem szépen, ez már a Szentendrei Képtárban megrendezett nagy gyűjteményi kiállítás, ami a Szőnyi magángyűjteményben levő festményeiből állt össze. Képen Szőnyi Zsuzsát látjuk, és Vásárhelyi Miklóst. Ennek a kiállításnak, ugye ez most talán nem olyan nagyon népszerű, a Soros Alapítvány adott komoly pénzt, és Vásárhelyi Miklós a Magyarországi Soros Alapítvány képviselője volt akkor. Erre az évfordulóra, hát talán most egy kicsit gyorsítani fogok,
mert nagyon hosszú az a kiadványsor, amit mi az utóbbi 25 évben, amióta Szőnyi István alapítvány van, és finanszírozza, elősegíti a kiadványok megjelenését, pályázatot ír és szponzorokat keres. Azokból egy-egy mintapéldányt hoztunk, és hátul az asztalon lehet megnézni, átlapozni. Az időszaki kiállításainkhoz egy fontos szempont volt, hogy ne csak a kutatást valamilyen formába közzétegyük, publikáljuk, és azokhoz megjelent katalógust érdemes átlapozni, megnézni, és az lenne a jó, hogyha megnéznék a szponzoroknak a listáját is, ugyanis azért eléggé széles skálámozott. Itt 94-ben nagyon sok kiadványunk jelent meg az emlékévben, és hát bizony nagyon sok esetben anyagi szűkében voltunk. Volt olyan, hogy nem tudtuk kifizetni, akkor a nyomda, tehát olyan széles skálán mozgott ez, hogy a nyomda megelőlegezte, és azt mondta nekünk, hogy majd az eladásnak az ütemében is törleszthetjük az összeget. Vagy például az egyik kuratóriumi tag, Szőnyi Alapítvány kuratóriumi tag, Nagy Gábor festőművész, a Képzőművészeti Egyetemnek tanszékvezetője volt, egy nagyméretű festményét ajánlott fel, amit szintén a Nalorsz Graf vásárolt meg. Tehát azért eléggé érdekesen alakultak ezek a szponzorációk is. És most itt még egy szponzort kell megemlítenem, Salai Andrást, ugyanis 86-ban pályázati pénzből sikerült 18 szőnyi festményt restaurálni, és ezeket utána egy kiállításon mutattuk be. Ezt a kiállítást Moyzer Miklós, a Szépművészeti Múzeum akkori főigazgatója nyitotta meg, aki megnyitó beszédében követendő példának nevezte az ilyenfajta értékmentést. Most ezeket azért installálni is kellett, tehát a megnyitóra egy nagyméretű szőnyi festménynek egy közel 2 méter szent másfél méteres szőnyi festménynek a keretét Salai András vásárolta meg nekünk, és így tudtuk bemutatni. Tehát lassan az évek során meg kellett tanulnunk, hogy bármit tervezünk, mindig meg kell hozzá találni a megfelelő anyagi forrást, a szponzort vagy pályázatot. De ez a befektetett anyagi forrá, ez az energia megtérült, mert a közönség körében is népszerű kiállítások, rendezvények, publikációk születtek, és a látogatók száma nem csökkent, évente 20 000-en tekintették meg a kiállításainkat. Most az elmúlt időszakban, utána következő években, évtizedekben folytatódtak ezek a kiállítás sorozatok, zebegényiek is részt vettek, megnézték, sokan eljöttek. A tisztelet a mesternek, a zebegényben élő és zebegényhez kötődő, a két világháború között zebegényben nyaraló művészeknek a kiállításai, a Zebegényi Művészkolónia címmel, és hát igyekeztünk azért országos nagy rendezvényekhez is kapcsolódni. Az időszaki kiállítások tervezésének koncepciója mindig az volt, hogy a bemutatók egyben tudományos kutatások eredményeit is bemutassák, és lehetőség szerint kapcsolódjanak nagyobb országos programokhoz. Így került sor többek között 2001-ben a Gondolatok a 20. századi sokszorosító grafikáról címmel megrendezett konferenciával és könyvbemutatóval egybekötött kiállításra, mely a Miskolci Galéria programjához kapcsolódott, vagy az Iparművészeti Múzeum Maróti Géza életművét bemutató programja keretében a Szőnyi Házban megrendezett Maróti Géza és zebegény kiállításra, amelyhez szintén megjelent katalógus. A Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasai kiállításra pedig a Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású tárlatához kapcsolódtunk. Itt most már tényleg csak egy-két kiállítás, fontos kiállítás kell
ismertetnék, 2007. Tehát most kérnék szépen még akkor egy-két fotót, mert ugye ez volt a centenárium, a Szentendrei emlékkiállítás, a Szőnyi tanítványok csoportos kiállítása, ezen 107 Szőnyi tanítvány mutatkozott be egy időben a Szőnyi házban, könyvtár galériában, a Zebegényi művészkolónia, ahol a leszármazottak részéről is részt vettek, a még élőre származottak, Berény Annát, Szobotka Violát látjuk középen. Következőké szintén a megnyitóról egy ilyen eseményfotó. Következő. Igen, és ez már 2007. 2007-ben Szőnyi Zsuzsa, amikor elhatározta, hogy végleg hazatelepül, akkor az első gyűjteményének az első bemutatója itt Zebegényben volt a Szőnyi házban. Ez utána már magával hozta azért a további gondolatokat is, ez a megnyitó közönsége, azt hiszem a következőn is ugyanazt látjuk, ja nem, de Szőnyi Zsuzsa még a római teraszról tekint ki az ablakon, tehát mint egy ilyen búcsúzásként búcsúzik a római lakástól és a római élettől, és költözik haza a budapesti teraszos lakásába. Következő, igen, ez megint egy fontos esemény volt. A Szőnyi István baráti kör és szabadiskola támogatására, erről majd gondolom Rózsa fog részletesen beszélni, felajánlott művek kiállítása volt itt Zebegényben, ami aztán vándorkiállításon az ország különböző helyszínein is bemutatásra került. Következő, és ahogy említettem, Szőnyi Zsuzsa a budapesti lakása teraszáról. Ez az utolsó képek egyike, 88. születésnapján látogattuk meg, akkor köszöntöttük, és akkor készült ez a felvétel. Következőt nézzük meg, hogy igen, ez már a felújítós Szőnyi ház. Igen, Szőnyi Zsuzsának és a baráti kör jelenlegi elnökének, Kálnoki Gyöngyösi Mártonnak, megyei múzeumigazgató és hát helyettes államtitkárként nagyon sokat köszönhetünk, hogy egy komoly támogatási összeget sikerült a Szőnyi ház felújítására megszerezni. Hát azért ennek fő mozgatórugója Szőnyi Zsuzsa volt, és akkor beszéltük meg Szőnyi Zsuzsával, hogy, vagyis akkor határozta el, hogy a tulajdonában levő művek közkincsé váljanak. Tehát ne szóródjanak szét a világban, hanem legyenek köztulajdonban, kapja meg a Szőnyi Múzeum, és alakítsunk ki a múzeumban egy Szőnyi Triznya emlékszobát. Tehát itt most a múzeum állandó kiállításaként megtekinthető az ő életüket is valamilyen szinten bemutató kis kiállítás. Ez így vált egy teljes egészé, igaz, az eredeti tervek szerint nem ide terveztük a múzeum vetítőjébe, hanem a vendégszobába, amit Szőnyék a gyerekeknek építettek annak idején. De hát ez egy olyan nagy költséggel járt volna, hogy új irodákat, raktárakat építeni, ami most jelenleg még nem valósult meg, de reméljük, hogy a jövőben majd megvalósul, és akkor a Szőnyiek által megépített kis vendégszobába egybe lesz kapcsolva az állandó kiállítás. Ezen a felújított múzeum megnyitóján én már vendégként vettem részt, akkor már nyugdíjas voltam itt már, és az egész építkezést Köpöci Rózsa vezette, ő volt akkor a múzeum vezetője, tehát 2013-tól 2016. december 31-éig. Erről az időszakról ő fog beszámolni, úgyhogy én most át is adnám egy olyan záró gondolattal a szót neki.
hogy egyrészt bemutatom, Köpöci Rózsa, tehát 75-ben vett részt először a képzőművészeti szabadiskolán, majd rendszeres résztvevője volt a kurzusoknak és a Kórusz József által vezetett zebegényi műhely alkotócsoportnak. 78-ban végzett a Szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán rajz-földrajzszakon, majd 1988-ban szerzett diplomát az ELTE művészettörténet szakán. 81-től 2013-ig a Szőnyi Múzeum muzeológusa volt, 2013-tól 17-ig az intézmény vezetője, és 2010-től pedig a baráti kör titkára. Mindketten úgy gondoljuk Rózsával, hogy a bevezetőben is említett, vagyis az előadás elején említett Dániel Kornél álma és Klempál tervei megvalósultak, mert az elmúlt 50 év alatt, mert a Szőnyi Házból mégis több lett, mint múzeális emlékhely. És bízunk abban, hogy ennek az intézménynek nem csak az elmúlt 50 évben, de a jövőben is fontos szerepe lesz a magyar kultúra történetében. Nagyon köszönöm a türelmüket, ez egy igen hosszúra nyúlt előadás. Magam se gondoltam, hogy ilyen nagyon sokat fogok beszélni, de hát remélem, hogy nem volt érdektelen, és most átadom akkor a szót Köpöci Rózsának. Hát én most csak tényleg két mondatot mondanék, nem most tartom meg az előadásomat, csak arról az utolsó három évről, ugye 2013-ban az új múzeumi törvény értelmében felbomlottak a megyei múzeumi hálózatok, és minden múzeum a helyi önkormányzatokhoz lett rendelve. Történhettek kivételek, és 13-ban még Szőnyi Zsuzsa közbenjárásával és a Kálnoki Gyöngyösi Márton támogatásával Szőnyi Múzeum a Szentendre város önkormányzatának a fenntartásába került, és a Ferenci Múzeum tagintézménye maradt 2016-ig. Nem akarok erről a három évről nagyon sokat mondani. A nagy feladat volt, ugye Zsuzsa még összepakolta a felújítás előtt a képeket, és mindent ki kellett a múzeumból, minden el lett szállítva, illetve egy a műterembe lett összerakva minden, és aztán a hosszú fél év alatt megcsinálták a felújítást, és 13. október 10-én nyílt meg a felújított Szőnyi Múzeum, ahol Szőnyi Zsuzsa még részt vett, és ez volt az utolsó látogatás az ebegényben. És hát a következő évben én egyedül igyekeztem folytatni azt a munkát, amit Zsuzsával előtte ketten nagyon jól kialakított munkamegosztással és nagyon eredményesen tudtuk végezni. Volt pár tanítványi kiállítás, és 15-ben Elekfi Jenő születésének évfordulóján sikerült egy szép emlékkiállítást csinálni. Ő Szőnyi Istvánnak a közeli barátja volt, és a két világháború között itt töltötte a nyarakat zebegényben, és harmadik kiadásba kiadtuk a 14 nyár zebegénybe című kiskönyvet. És aztán ez volt az utolsó kiadványa a múzeumnak, és hát utána a 16 év végén én is elbúcsúztam a múzeumtól, és ide került a zebegényi önkormányzat fenntartásába. Úgyhogy ennyit röviden erről a rövid időszakról.